Törmolyán Zoltán 7. medencélő kiállításának kísérő rendezvényén. Örülünk, hogy itt lehetünk, és együtt beszélgethetünk egy vagy közel egy órán keresztül a művészetről, két kiváló művész segítségével. Bodog Tamást nagyon sok szeretettel köszöntöm, és Törmolyán Zoltán is, és örülök, hogy létrejöhetett ez a beszélgetés. Kezdésként szeretnék egy kicsit visszautalni, ugyanis Törmolyán Zoltánnak vannak feljegyzései is, amik nagyon izgalmasak tudnak lenni a kiállítási alkotásokon és egyéb alkotásokon kívül. És azzal kezdeném, amit egyszer talán tavaly írtál Zoltán, egy ideje figyelem, hogy a hatos normalitben nincs feljebb. Nem valami perspektívikus. 96 óta, 17 éve a 6. emeleten van a műtermen. Tehát öregebb lettem 17 évvel. Mostani kiállításunk az a 7. emelet címet viseli, és hát holnap után már a 8. emelet felé lesz az út. Ezért különösen is azzal szeretnénk kezdeni, hogy egy kicsit a fájáról, hogyha beszélünk. De
tehát lehet, hogy sok olyan nagyapának még jobban igaza lehet, már ugye az ő tanításának. Pláne ő még azt is mondta, hogy meglássátok, mondta anyának, professzor lesz még ez a kisgyerek. Na most ugye ebben ne várt a dolog, mert ugye kétségtelen, hogy büszkén gondolok arra, hogy professzor lettem a Magyar Képzeti Egyetemen, és hát ami azt illeti, ez a barkácsolási mai napig tart. Nem tudom, azt hiszem, egyeztetünk egyszer már, hogy pár szó esik az iskolákról. Tehát kérem, nekem a lánynak egy sima utam volt, talán még egy nem annyira konkrét a iskola, mert máskor be tudom fűzni, hanem az, hogy ha ezen gondolkodom, hogy végső soron egy festő az szerencsés embere, vagy egy művész, akkor azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen, már csak mégis, mert hogy hát nincs neki fájrontja, hiába érjen a nyugdíj korhatárt, attól ő még dolgozhat, nevezzük úgy, hogy ő a maga főnöke, munkáltatója, akár esetben a gyűjtője is. Tehát kitűnő állapot, és talán még, hogyha társművészetekre gondolok, akkor tudom, hogy azt a fiúval lehet írni, zenét szerezni, de végsősorban ugye előbb-utóbb kell a kiadó, kell a hang, a zenekar, és akkor nem is beszéltem még a táncművészekről, színészekről, túl azon, hogy kitűnő öregkori remekeket láthatunk színházban, hát talán a balett előkkel kevésbé. Na, de a festőnek ilyen értelemben hát nevezzük úgy, hogy nincsen kora. Sőt, hát mivel, hogy ha jó társakat választ, tehát a társak alatt ugye az anyagokra gondolok, amelyekben kivitelezi, akik az alkotótársai a dolgait, azok fizikailag nem is öregszenek olyan nagyon gyorsan. Azt már nem mondtam, hogy szellemileg nem, mert könnyen lehet, hogy ősöreg pocsék volt abban a pillanatban, hogy elkészült az a mű, és még az is előfordulhat, hogy az alkotó erről is tud. De több boldog, állandóan alkot, gyarapít, ez az egész egy hajtófát sem ér. Tehát mondjuk a felmóveresebb, ha nem is ilyen szó szerint értelmezve, azért az adott egy festő életében, és ezt talán be is fejlődöm abban, hogy kétségtelen én is pályáztam az NK-hoz, most a legutolsó pályázaton úgynevezett hiánypontó új művek megvalósításáért, és közben lépni nem tudok a műteremtőségeim. Tehát szóval azért ez nagyjából esetben így van. Visszaadom, jó? Nem mondom, Köszönöm. Tamáshoz fordulnék, ugyanis ő azt mondta, hogy ő szeretné a beszélgetést azzal kezdeni, hogy pár szót mond pályatársáról és egyen barátjáról is. Kérlek, hogy ragadj meg a... Hát köszönöm szépen, ha szabad, én mellőzném a mikrofont, megpróbálok hangosan és értelmesen, talán hangosan beszélni. Minden esetre köszönöm a... Igen. Tulajdonképpen az az igazság, hogy tartom én neked, de hátul nem hallják, tudod? Ja, nem hallják. Ki van? Ja, értem. Akkor egész röviden, hát számomra öröm és megtiszteltetés, hogy meghívtatok erre az alkalomra, nem csak remek műveket, amit itt kiállítottál, hanem abból az alkalomból is, hogy születésnapodon köszönhetlek elsőnek, de Zoli, ismerettségünk és barátságunk most már bizony jó időkre nyúlik vissza a 90-es évek elejére, amikor meghívtatok egy tanfolyamra a Képzőművészeti Főiskolára, és én akkor ismertelek meg, és azóta is látva a műveidet, tényleg nagyon közel állnak hozzám a munkáid. Ha megkérdeznek idegenek vagy ismeretlenek, hogy kiket érzek mondjuk a magyar művészetben jelentősnek, hát te is első között vagy, akire mindig gondolok, és amit említek másoknak is. Ami tulajdonképpen nekem a munkásságodban nagyon
közel áll hozzám, hogy egy olyan következetes életművet hozzál létre, és egy olyan újfajta megjelenítő erőben tudod, talán az emberi létnek a enyészeti jelei nagyítódnak föl ezeken a képeken és tárgyakon. Láttam azt a kiállításodat, amit a római utadon készítettél. Ebből ezeket a nyomokat fedezem fel, ami az első teremben van. Ennek az antik időknek a lenyomatait érzem, ennek a humán kultúrának, a latin szavainak és betűinek, az antikva betűnek, ugye a lenyomatát a vászlón, mint valóban úgy gondolom, hogy ez az emberséggel áztatott anyagoknak a művészete, amit Zoltán csinálsz, és ami azt hiszem nagyon imponáló számomra, amit tapasztaltam együttétünk alkalmával Tihanyba, ahol annak idején a képzőművészeti főiskolának volt egy alkotó tábor, ahova szintén meghívták, és ott alkalmunk volt több napot együtt tölteni, hogy az egész művészi tevékenységben magát az anyagot, ugye a papír is többek között, ugye, ezt a magad meríted, vagyis tulajdonképpen a lét legkevesebb, legminimálisabb valamiéből, tulajdonképpen magát a festő réteget is te magad hozod létre. Vagyis ebből alakul és áll össze egy olyan életmű, ami most már magad mögött van, ami én úgy érzem egy olyan beteljesedés, amit azt hiszem az örömnek egy alapja és bázis, ha szabad így megfogalmaznom. A képnek a felület hatása, azt hiszem erről beszélgettünk már nem egy alkalommal, én úgy érzem egy roppant, redukált és monokrom színvilág, amivel te tulajdonképpen foglalkozol, és ennek a megjelenítő ereje az, ami most ezen a kiállításon is, ahogy beléptem, ez rám egy nagyon erős és mély hatást gyakorol. Én talán átadom neked a szót egy percre, és vagy az Ádámmal. Hát nagyon köszönöm, és mondhatóan vagyok itt, de mondjuk én tudtam, hogy te neked tetszenek az én dolgaim, és ez rendjén is van így. Alapvetően egy szép útrák. Ez is való igaz. Az is igaz, hogy mondás, hogy valóban hát nem hívtak, hanem hívtak az akadémiára, erre a skolás kurzusra, aminek óriási sikere volt, és lógtak a előadó teremben a Tamás foglalkozásain, és ugyanilyen nagy létszámban vettek részt a hallgatóim a Tihanyi művésztelepen a Tamás előadásain. Többször is voltál Tihanyban, valóban egyszer hosszabb időre, akkor ugye egy szobában laktunk, hanem is egy gyárban, mert olyan tömeg volt, tehát ugye illet volna egy professzornak, egy idős mesternek azért biztosítani szobát, de valahogy hát büszkékedjem, jól sikerültek általában a Tihanyi művésztelei. Olyan teltház volt, hogy többire még hát a lábas pajtában, a nyugodákban inkább a rejtőzködőknek sátrakat is engedett a gondok fölverni, mert így lehetett a ottani jelenlétet biztosítani. Valóban nagyon fontos időszak, ahol jövettem meg ez a tanítási. Mondhatnám, hogy iskolapárti vagyok ennek okán. És akkor most nagyon röviden mondom azt, hogy hát egy fantasztikus Törökpál utca iskolával kezdődött, hogyha ez a nagyapást itt már elmondtam a későbbi utam. És ott az iskola, a kisképző, az, ahogy mondjuk Novák Andi mondaná, a húzatos hazában, egy fantasztikusan
nem volt védett, de mindenképpen egy olyan gyűjtőpont volt, ahova nagyon sok akkor nem túlzottan a rendszer által szeretett, de kitűnő művészmester, tanár ott jött össze, és mi meg ott a Mennyországban rohangászhattunk, illetve rohangászni igazán a Somogyi József rohangászott a hagyagos kezeiben, a földjút fehér ingében, de lapot szerkesztettünk, és kétségtelen, hogy a kollégium is nagyon fontos része volt a akkori iskolának, mert ott osztódottak szét úgy a dolgok szinte, hogy mindenki tudott kapott, mint amit éppen tudni képes lehet volna, vagy vinni. Tehát gondolok a társzolásoktól kezdve különböző tájegységeknek a hagyományai ünnepei. Ugye akkor nem volt még ennyi tengersok, ilyen művészeti, meg mondott középiskola. Hát három volt, ugye ez a budapesti, a pécsi és a szegedi, de a mi 19 szakosztályunkkal hát torony magasan vezettünk, és talán a két társiskolán is elég gyakran fordult meg nálunk. Na, ez egy remek hely volt. Na most, hát ez most akkor ne hangzik valami értelemben túl rosszul részemről, de a főiskolán viszont hogy egy Butácska főiskola volt. Mondom ezt úgy, aki fantasztikusan tudomással bír arról, hogy természetesen a Kmetitől, az Estitől, a Bacsaitól, a Bernártól, a Fógyinát kitűnő művészek tanítottak akkor ott az akadémián, és hát sorolhatatlan hosszú azok az évfolyam társaimnak a nevei, akik valóban pályatárs kitűnő művészek lettek. Én mégis azt merem mondani, holott én egy jó tanuló voltam ebben a Butácska iskolában, hogy ez egy nem jó sikerült évei voltak a főiskolai oktatásnak, már voltak által sokkal rosszabbak is előtte. Én ugye 70-ben végeztem, tehát akkor mondjuk 65-ben kerültem be, vagy ilyesmi. Hát azért ez még nem volt az a csúcsra járatott időszaka. Nem voltak már felolvasott szemináriumok, vagy semmi, ez kétségtelen tény, de egy elég zárt, és ez a szellemileg rejje, szabad ezt mondanom, és akkor erről többet, tehát nem is bántom őket. Ebben nem azt mondtam, mikor én aztán ott kezdtem volt tanítani, mi 38 évvel tanítottam, hát nem a akadémiában, főiskolán, hanem először a Török Pálban voltam 15 évig. Onnan hívott át pont az előbb emlegetett Somogyi, akkor már ott rektor volt, ugye. És persze, hogy változtak az idők, és talán jobb lett, de mondjuk ezt sem úgy említettem, hogy ne attartok, ez volt minden tökéletes. A tanítási éveimet, de most nem számoltam volt bele a saját tanuló éveimet, pedig hát ez úgy lett volna akkor normális, bár azon mondattal mentem ki magamat, hogy a tanítás az ugyanolyan tanulási időnek számít jó esetben, hiszen az egymásodon tanulás lehetősége egy jó iskolában megteremtődik. Az esetben azt hiszem mindig is tehetséges hallgatói voltak, mert valójában mindenki tehetséges, csak legfeljebb ezt észre lehet venni, vagy észre kell venni. Voltak aztán szerintem nagyon tehetségtelen osztályok, és akkor aztán nagyon tehetségtelen tanárok is voltak, de most ezt megint nem fogom így részletezni. Megengedett. Én úgy érzem, hogy amikor én először beléptem, ami a te osztályodon voltak ezek az órák, hogy ebben a teremben, vagy te két teremben, úgy emlékszem, valóban egy műhely szellem van. Ezt a műhely szellemet a mester, ugye a tanár, azt teremti meg. Ez egy légkör, ez egy atmoszféra, ami érdekes módon rögtön érződik már az ott dolgozókon. Vagyis a mester és a mögötte álló műveknek a serege az, ami tulajdonképpen hitelt ad annak, ugye, hogy aki tanít, ugye, ezek a művek azok, amit hitelt adnak.
horizont eltakarítani. Szóval nem annyira fontos szerintem kitűnő művészet tenni egy jó tanárnak. Természetesen, ahogy te mondtad, hogy szerencsések, ha valahol egy kicsit felésbe jött. Nem. A jó tanárnak inkább az az ismérve, hogy kérdezni tudást tud tanítani, kreativitást tud tanítani, figyelmet tud tanítani, figyelmetre való készséget tud fejleszteni. Természetesen hozzáteszem, hogy a úgynevezett szakmai alapoknak a bizonyos értelemben való megtanítása is feladott a főiskolás éveknek, de alapvetően, ha ezek megvannak, akkor... Tehát én, és még egy, annak ellenére, hogy sokan ezt temetik, hogy ez a... Én egy mestercentrikus szerkezetet jónak találtam abban az időben. Természetesen a hallgatói szabad választás, mesterválasztás csak egy. Továbbá mindenféle mintakövetési kényszer nélkül. Én is nagyon voltak nekem olyan tanítványom, akik. Mondták az osztályokban például, még a kambodzsai is, az első és második héten újtásnak mind a mestere, valószínűleg ő ezt tudta nagyon jó intenzitással átadni, és ettől aztán működött is a karikacsapásra az élet. Na, nálunk ez nem így volt. Ott is tulajdonképpen ennek az egymástól tanulás esélye volt meg, illetve hát kihagyva sem csak te voltál egyedül, mert ki volt vendégünk, hanem igyekeztem minél több kollégát, írót, költőt meghívni, és ezek viszont, tehát előbb mondtad, hogy volt az iskola, nem, van még ez a nyári művésztelepe, ugye ott a Magyar utcában, az viszont sajnálatosan igaz, hogy lehet, hogy tévedek, és nem kettő, három hétre szűkült az úgynevezett hallgatói jelenlét a saját művésztelepünkön, különben kungfusok és nagycsaládosok és esküvők és minden egyébre kiadta a gondok, hogy visszahozza azt a belét, azt a kiadási összeget, amiből a fönntartás kerül. Állítólag egyesek úgy ítélték volt meg, hogy ez nem jó befektetés, ez a művésztelep kulcsorba kerül egy pénzi lehúzás, és hogy nem is mindig van teltház. Hát kicsit ilyet is láttunk, nekem nincsen valaki magát házam, tehát amikor sor került az én időre, akkor ott voltam végig. Tehát ahogy te mondtad, volt ez a kicsit a mesteri háttérnek a jelöltet. Igen, de volt, amikor versenykeltünk a hallgatókkal, vagy verseny maradtunk fönn, szóval, hogy főiskolán sem törekedtem volt arra, hogy postorral fogdossam őket, tehát én igyekeztem nem elsőrenni azért, ezért nem is mentem reggel 8-ra, ahogy hivatalosan indultam az élet, viszont ha az esti órákba mentem az a zuglóba, mert ugye három lábon állt azért ott léptem, ugye mondjuk azt, hogy a zuglói otthona, az Entreskert, aztán a Rákóczi út, tehát van egy ilyen háromszöges szétautam, mert az úgy, hogy egy kiesett, úgyhogy egyenes vonalak lett. De hogy láttam, hogy világítanak a műterem hallgatóim, mármint hallgatóké, akkor te se nyugodt voltál. Szóval világítani persze, hát tudnának azok nappal is, de az esti órákban nem szeretszünk. Tehát nem arról szól, hogy most a beírt időszakba kell, nem is volt ilyen jelenlét kísérlesen. Tudták végül, hogy hol kell legyenek. Hát látnám, hogy így lesz meg, de... Egy pillanatra, mert ugye most nagyon világosan és érdekesen beszélsz a tanításról. Én csak szeretném, hogy akik mondjuk laikusok olyan értelemben, de gondolom sokan tanultak zenét is. A zenei, az előadó művészi tanítás, ez egy más dolog. Ugye ott a mester fogja a hangszert, a hangszerrel is tanít, és megmutatja a vonófogását, a különböző dolgokat, a melyik fekvésben, hogy, vagyis ennek egy metodikája van a zenetanulásnak. Az első alkalommal, amikor üres súlyokat húz ugye a vonós, vagy azt a néhány hangot leüti az ütős hangszeren, mint az zongorán például, ez egy teljesen más tevékenység. Ugyanis nagyon sok olyan kezdő
képzőművész van, aki már tulajdonképpen azt a részét a dolognak, ami a úgynevezett technika, vagy amit hát van, aki előbbre van esetleg, mint a másik. Itt egy szemlélet nevelésről és egy művelség átadásról van szó. Amit említettél, ugye Tihanyban is meghívtál különböző embereket, írókat, nem csak képzőművészeket. Vagyis én azt hiszem, hogy a műveltségnek, vagy a kulturáltságnak a tehetség mellett egy nagyon fontos és lényeges része a felépítésében a lélekre, aki művészetre szállja a fejét. Azt hiszem ebben egyetért engemben a dolgokba, ugye? Mert itt tanítani azt, hogy hogy kell húzni, nagyon sokan kezdők jönnek, hogy mutassa meg, kérem, hogy hogy kell, milyen technikával, hogy a mesterfogás. Hát ilyen nincs, hát valaki a fogában fest, vagy a kezével, vagy akármivel, vagy különböző anyagokat használ. Az egész dolognak tulajdonképpen a koncepciója, vagyis amit nálad az életműnek, hogy rátaláljon arra, hogy mi az, ami én vagyok, mit szeretek csinálni, és mi az, amiből egy világot létre tudok hozni. Ez egy borzasztó nehéz dolog, amit említesz ennek a megtanítása, mert ez nem egy olyan leszkeszerű feladat, hogy a következő órára kell tudnia magadni, második kapriszt kívülről eljátszani, és akkor ott korrigálnak. Azt hiszem, valami ilyesmiről van szó magában a képzőművészet, mint a zeneszerzés tanítás is tulajdonképpen. És ez az előbb szeretett török párok számban is valahogy már így volt, persze, ott 14 évesen kerül az emberbe. És akkor tudni kell tanítani a satírozást, kell tanulni a vonalakat, egyenesen görbén, túl sokat, színeket, nyavajákat. Én a főiskolában. Igen, de hogy azt akartam kihozni, ott is kérem szépen hegedűt rajzoltunk, mondjuk egyik órán Csevestét tanár utal, miért? Mert tüfik képei mutogattak. 15 évesen. Szóval ott is ugyanez megtörtént, hogy egy szellemi biztonság. A Tihanyban én rendszeresen luxoráztam le egy kukkányi könyvet, és könyvtárt csináltam. Volt előbb beköztekedett szerintem lesz a bokrok alól, mert jött az eső. De mondjuk visszatérve nekem, persze Tihanyban is ugyanett a kérdés, majd hozzá kapcsolódok megint egy kicsit. Szóval ott jó el voltam én persze, de az igazi mesterei Tihanynak kérem szépen az ott a természet erő voltak. De nevezzük úgy, hogy az eső, szél, a nap, a többi, és a belső tó, időként haragszó, ugye a tönkről, az iszonyú nagy tér, a hatalmas nagy csend. Volt idő, amikor egy hónapos művésztelepet vezethettünk, aztán amikor ugye kinyitották a főiskola kapuját, olyan tárba nyitva, hogy szinte bárki besétált rajta, és te se fölké születlenül, persze, mondani, majd tanítsuk meg. Na akkor ez a gyárilag gyártott hallgatói képzés persze visszavetette magát, és akkor már kellett, hogy sokkal többet tanítani ezekből a alapügyekből is az érkezetteknek. Na ez a Tihanyban, ezek a természeterők, ezek már voltak, mert ezt pontosan tartottam. Pont akkor volt ez a zúzott növényi rost, tehát az egyik nagy alap, élményem, ugye ez a papír, de hát ott az ott. Kaptunk is rengeteg cellulózt a füstfői papírgyártól. Ingyen bérmentem, hogy nekem kellett elmenni az öreg okalámmel a nagy hordókért, de ezt mindig hallgatói segítséggel megoldottuk. Csak ott valóban ott szállattak a dolgok, volt rá idő. Később ez ugorodott 3-2 hétre, most meg az egész főiskolának a szempont 2 hete. Hát ez nem egy nagyon perspektívikus ügy. Annak ellenére, hogy ebben lehet, hogy nem ennyire, mint én vagyok oda ezért a Brenner ügyért, de ugye én ott nem festettem ugyanakkor tárképeket, és még a hallgatóim sem, viszont ott írtak meg azok a képterek, vagy képterepek, vagy egyáltalán másképp fogalmazva a plasztika irányi
irányú elképzeléseim, vágyaim. Tehát az előbb ugye én itten Schwarzenberg-t mondtam, hogy, nem vagyok festő. Na most ez a Schwarzenberg-t, ez nyílt a palettám, tigányba, plasztika irányába, szűkült a színvonal, de kis ilyen ott lehet el a fekete fején. De ebben semmi gondot nem látottam, soha nem voltam egy nagyobb borista, ez azért ugye nehéz lenne állítani, hogy nyomta a festéket, tüzes színeit szerette, de ugyanolyan menekülés volt, gondolom, nincs ezt a érzékem, azt hiszem a színek finom világához, de hát ez tökéletesen megfelel, mert én ezt nem érzem kevesebbnek a dolgot. Tehát a növényíros volt, a papír, illetve hát a később a grafit, ami ilyen nagyon közel, ami nagy fókuszába került az érdeklődésemnek. Ezek az anyagok, igen, hát az anyagok hatalma az óriási, és hát nem árt odafigyelni rájuk, provokálni is szabad, sőt kell őket, akkor nyílnak ki, akkor mutatják meg más arcukat, de mondjuk ha alkotásból kéne valakinek mondjuk pártok, bár most itt ültök. Szóval nekem az, hogy egy papír csíkot mondjuk egy merített papír, akvarell papír csíkot, ellátok egy kevés ragaszkóval, átítatom egy kicsit. Részben azért, hogy ellenkezni tudjon a szándékommal, részben, hogy emlékezni tudjon arra, amit én mondjuk bele akarok csinálni. És ha ebből a hagyogatásból akár vagy ott a döszözből valami párbeszéd lesz, akkor én nekem az a nap már mondjuk jó. Amúgy Ádám korábban, mikor egyeztettek ezt a beszélgetést, mondta, hogy az áspolitikáról is kéne mondani, most mint a föltetnek volna a kérdés. Bocsánat. Én mindig, ha fölépek valahol, leírom, felolvasom. Félve tudva, hogy öregedben sokat fecsek. Tehát most ugye még itt beszélgetés van, de rövidre fogva. Igen. Igen, hát a Körösi Tomi mondta egyszer azt, hogy mi is a dolga egy képzelművésznek, egy művésznek a világban, vagy akár ma. És azt mondta Tamás, hogy tök egyszerű, akkor kérdésére kell válaszolni. Hát azt jobb, mert te vagy a baj, hogy nem tudjuk mi akkor kérdésem. Úgyhogy lövöldözünk, mint az agyakalamlövők, ami repül a 20. században az egén, arra, és hát illik találni. De most ezt én úgy folytatnám, hogy talán szó teljesen az, ahol lövöldözünk. Bár szerintem ugye a művésznek az alapkérdése, az szerintem nem is korfüggő. Mindig is szerintem, gondolom én, az itt létünkről, a létezésünkről való kíváncsiság, félelem, mondjuk oszlányom, hogy ha nem lenne, négy halálfélelem, mint művészet sem lenne. Ebből való matatás, persze, abszolút különböző válaszoknak kell születni, hogy hiteles legyen a válasz különböző korokban. De az én figyelmem szerint valahogy igazi nagy művészek, nek ez volt az alapkérdésük, és ezt bár figurálisan, vagy röpítősen, vagy bármikor őskor eljutottunk, végig szaladva egészen a 21. századunkig, azon így alakult. Tehát igaz ez a dolog, de illetve mondjuk most egy játékos hasonlattal élszak, ha azt kérdezni talán valaki, hogy mégis mi lenne az árszpolitikám, hát kérdez szépen most annyit, hogy itt volt ez a húsvét, hogy a galéria zárva volt. Hát ezek ugye szép, nehéz napok. Jövök húsvét kedvényt a kettemmel a galériában, mert Barakodi Zsombor lefotózta az anyagot, és itt volt a randevunk 10-kor. Ahogy belépett, rögtön látom, hogy az úgynevezett szögelt színű kis munkám, ami ott az ikonosztász falonban úgy elégi a nem tudom, hogyadik emeleten, hogy ezt kérem? Kiveszkedte magát a egyik szögéből. Hát mondjuk kérhetem volna rögtön létre, és hát egy kalapácsot, és a szöget
vidámon visszavítom, hogy nyilván nem reál ütöttem be, hogy az üvegkutolásnál meg nyomkodva kihazom. Na most viszont nem kértem létre, csak nem ütöttem vissza a szöget, ma is úgy van lebillenve, mert arra gondoltam hirtelen, hogy amikor nincs itt senki, nem is bízom benne. Ezek a munkák tudnak beszélgetni egymással. De ezek, hát ők ugye a kiválasztottak most, ugye a műterem maradt a sereg. Ők lettek itt a küldöttek. És lehet, hogy, na persze mondom, rosszul bejutva a szörny, mindenki tudja, de hogy alapvetően gondolta, hogy ez a nyíló forma, ami ott van ugye a, most mélyen a falnak azon a felületén, hogy ez a kis vacak szöget, ez volt, hogy ő is kiítja magát egy ilyen, hát már ilyen nagy lett ez a húsz. De nem a húsvét, nem a szöget, a művet arra csinálta végre, hogy szöget, egy kis kereszt van szögelve. De mondjuk most így hagyta, tehát ez mondjuk belefér a narcpolitikába, illetve egy másik kollégát említett mondjuk, ez az úgy lesz csak, hogy van nekem egy kis gumimotorosom. Volt mindig is, amióta ismerem magam. Szüleim tudták, hogy gyengén a gumimotoros kis repcsi. És akkor a Bocskai utca 76-ban, 4 éves koromban a repcsi végig tudott repülni a 3 szobában, még úgy neki is ment a ablakon. Most ez egy nagyon, tehát szeretném, ha ilyen szépen tudna repülni a embernek a művészete. Most meg a Rákóczi út 59-ben megint van egy kis gumimotorosom, és a Váli Deskének van egy nagyon szép tájfotója mögötte, tehát hogy ott annak a légterében félnaszálon függeszkedik. Az ember megjön a műteret, és így az ablakot. Mondjuk itt meg dohányzott érte, hogy ott is ülünk egy kis friss levegőt, ugye beereztek. Na ez a kis repcsi elkezd propellerezni, mert úgy áll neki a csörre, hogy az ablak nyitásra, pláne a konyhában is itt a 60 nap, aztán nagyon dolgozik. Mondom, hát jó van, kezdődött a nap. Akkor becsukom az ablakot, és akkor néha úgy gondolom, hogy én kezdek propellerezni a kis repcsi helyett. Bocs. Köszönöm. Arcpolitikája. Igen. Egy kicsit szeretném, hogyha mindkettőtök műteremben volt már szerencsém járni, és hogyha a két műteremre gondolok, akkor hát látszik, hogy a művészek máshogy dolgoznak. Szeretném, hogyha erről a műtermeitekről, a belső magányotokról egy kicsit mesélnétek. Talán Tamás kezdhet. Hát, az ember a műveivel, vagy a munkáival, vagy az elképzeléseivel valahol magányban van. Magányban. És magányban is marad valahol. Mert a mű keresztül szólal meg talán valami. Hát azt hiszem ez együttető. Viszont itt nagyon sok olyan dolgot mondott Zoli most az előbb, amire te utaltál az elején a megfigyelésre. Én talán erre szeretnék kitérni, hogy a megfigyelő képesség... Vagy a figyelem képessége. Hogy? Figyelem képessége. Figyelem képessége. Na, egy élményemet először figyelem. Egész röviden, elsőves koromban egy nagyon kedves medikus barátom, ott megkértem, hogy vigyen el Hajnal Imrének az óráira, aki egy kiváló begyógyászat, tudjuk, intézett volna elnevezve róla, és egy órán, egy délután az obszervációról beszélt, a megfigyelésről. Hát elképesztő, ugye, hogy ő elmondta, hogy ugyanis felszólította egy fiatal hallgatót, kicsi racsolva beszél, azt mondja, a kolléga úr, mire a beteg az ajtótól a vizsgáló asztalig ér, magának már tudnia kell körülbelül, hogy mi a baja. Meg kell figyelni, milyen a szeme, milyen a tartása, hogy jár, hogy tartja meg. Ezt ő felsorolta. Mindazokat a szimptomákat, ugye, amiből kialakul az a világ, vagyis az intuitív képesség, a ráérző képességről. Hát ez tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a magának a medicínának is egy alap,
alapfogalma, hogy ez a hippokráteszi tulajdonképpen gyógyításnak ez az egyik tétel, ahogy a megfigyelés, a hallgatózás, a megtapintás, ugye, ezeken keresztül is ez egy személyes kontaktus is a élő léttel, az élő emberrel, vagy és később ugye állattal ugyanez a helyzet. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál az elején a tanítással kapcsolatban. És én úgy érzem, hogy ez nem csak a művészetben, de egy a magas fokon, ugye a gyógyászatban, vagy bármely más foglalkozásnak is ez egy alapvető lényegének érzem. Körülbelül röviden, a kérdésed az volt, hogy a műterem milyen. Hát nézd, ez teljesen, ez mindenki maga alakít. Ott rend van, itt rendetlenség. De a rendetlenség nekem imponál azért, mert más, mint talán én vagyok. Sokszor azért rengeteg művet szeretek, ami teljesen más a világszemléletemtől, de megmondom őszintén, engem fasszinál, hogy ez a kétféle embertípus, amiről már nagyon sokan beszéltünk, ez az antik időknek a filozófiájában van leírva, már az úgynevezett apollonisztikus és a dionizoszi ember. A rend, a tisztaság, az egyszerűség, a másik oldalon pedig a kaosz, vagy a kaotikus dolog, ami azonban mégis el van választva valamilyen értelemben, ugye a úgy akarok egy kerettel, vagy kivágással van, mind a kettőből ez nem egy minősítés, ez egy lelki állapotnak tulajdonképpen egy rövid definíciója. Bennem, megmondom őszintén, 40 éves koromban alakult ki talán egyfajta rendre való törekvés a képeimben, és engem zavart, hogy a villát meg a tányért ott hagytam az asztalon néhány hónap múlva. Szóval most már őrületbe megy át ez a rendcsinálás. De mondom, ugyanakkor számtalan művész, egy Francis Bacon, az minden három hónapban elköltözött a műterméből, de annyi szemét esett a földre, hogy az ajtó nem tudott már bemenni, csak így, mert ugye ennyire fölkúsnak, ott hagyott üzenet. Mégis a képein egy rend és egy kaotikus szemlélet a figurákban remek öltöződött össze. De talán mondtuk, hogy te hogy látod. Igen, ez a rendrendetlenkedés, én is el vagyok rendetlen a műveimben, sőt nagyon rendes vagyok szerintem, és rendben tartom őket. Az Ádám kérdésére, hogy műterem, hát erre azt mondta egyszer a Skopjivan SKOK-Ivan, hogy a műterem az, ahol a műterem. Na, ez nagyon jó, és tulajdonképpen rendben is van, bár hát szerintem a műteremnek évszaktól függetlenül villamoson, kórházba, bocsánat, párnák köz, bárhogy, de hát azért a műterem az, ahol valami értelemben talán az anyagi testét megkapja. Jó. Tehát nekem az első fél órának hívom olyan ajándék fél órának, tehát annak kérdésére írtam is ez egy pár sor, kisztrakta oda volt. Az azért hívom ajándék fél órának, mert nagyjából ekkor dől el, hogy milyen lesz a napom, mert hogy ott maradt munkák, amiket ugye este ott hagytam, azok azért nem nincsenek készen, még csak nervesek, vagy mit tudom, hogy csinálnak. Tehát azok esetleg megsárgultak, azok esetleg megzsugorodtak, esetleg beütöttek, esetleg nem tudom, hogy mit csináltak, szóval többre mentek, vagy pont megszépültek. És akkor nekem még kicsit, tehát mégis ház, vagy vagyok az úr, ők az aranyvirág munkatársaim, alkotótársaim, akkor azért teljesítem az ő kérésüket. Szóval szoktam ilyet gondolni magadban, hogy na hát ezt azt akarja térni a ketté, ezt meg azt szeretni, hogy hagysam össze, ezt lehetőleg lakozzam még egyszer.
vagy nem tudom, mit csinálják fel. Ez az ajándék fél óra, ez általában nekem meghatároz aztán, és ezek a műtenekre válasz, mert az következett, hogy egyszerre több munkán is dolgozom, mindenfele vannak, és eközött sétifikálok, illetve hát őtől kapom az inspirációt arra nézve, hogy mit is kezdjünk ma. Szóval igazán, amit Tamás mondott, hogy a figyelmi tanulás az iskolának egyik fő munkája, hát tehát illik azért, hát úgy ezek a művésznek is valami értelemben azért van némi figyelemmel bírni, ez ezen ennek vitatni. Olyankor egy a dolgom, ha valahogy elindul, hogy nem elmeneküljek. Vagy ha nem indul el, bárna, akkor nem szabad elmenekülni. El kell menni postára az ember, a csekkeket, akkor elmegyek kiállítást nézni, bár mondjuk, a kiállítás nézés ezt én nagyon fontosnak tartom. Csodálatos élményé vannak akár a elmúlt napokból is, mert több voltam a Jovanovics Tamás kiállítását megnézni a Kisszelibe. Igazán lenyűgöző egy installációval állt elő Tamás, de előtte mondjuk a Rákóczi úti kis szomszédasszonyon a Dulcsán Vérőnek volt ez az inga hangolása. Most igazán volt persze én installációs kiállításokat elítettem most, vagy akár egy intermediális, mondjuk a Koroncinak az a picike kis nejlon zacskója, amit fújt a szél az utcán, ide-oda rohangászott, leesett a kapu alá, ott lihegett, olyan volt, mint egy szegény űzött klosár, vagy hát nem is kell klosárnak lenni, mert az utcán játszódott, akármint mi. Szóval akármint a 20. század, a 21. század embere a 21. század viharaiba jön, megy rohangászik, csodálatos megszemélyesítő volt ez a filmje. De természetesen mondhattam volna kitűnő festészeti kiállításokat is, mert abból is hál' Istennek akar. Na az, hogy az ember viszont hát így 70 évesen, nyilván tisztában van abban, hogy bármennyire is igyekezett a váltóra állítani, amennyire a váltóra kezeményével kerültek. Hát azért nagyjából tudjuk, hogy ezeken a pályákon, már színpályákon meddig van jegyünk. És nem az évekre gondolom, de nagyon kicsi időszak volt az én életemben, amikor néha úgy tűnt, hogy ebből a Miskolctól Szeged, nem tudom, nyári, téli, őszi tárlatok helyett lehet egy picit távolabb is menni, jönni. Elég sok kiállításom volt Németországban, talán ez volt a Svájcban is, de hát vagy nem váltottuk be hozzá a küzdött reményeket, vagy rossz ilyen furgonok vitték a műveinket, nem engem, mert ugye volt, akikkel foglalkoztak. Bekerültem így egy-két gyűjteménybe, de inkább a fogorvosok és a ügyvédek és a akiknek a gyűjteményébe, akiknek meg is volt az a lehetőség, hogy leíthatták a praxisban lévő képeknek az árát, az adókot. Jó jött ez nekünk persze, mert nem voltam vele egyedül, de ezek a kapcsolatok, vagy a saját ügyetlenségünk okán, vagy a menedzselés hiányában, de ezek megszakadtak. Meggyőződésem, hogy ugyanígy se ért, ahogy láttuk volt a műsorokban, vagy a kitűnő erdélyi csapat, tehát a kolozsvári kiállítása. Amit nagyjából komoly nagy nyugat-európai galériák adtak szinte kölcsön, hogy ezt azért legalábbis hát jó, egy-két komolyan működő festők van, akinek valóban alig várják, hogy készüljen valamilyen, de ezek közé nekem nem sikerült, ugye, és sok kortársamnak, évfolyamtársamnak se sikerült így magát ezek közébe verekedni. Ezt azért kicsit sajnálom. Zoli, említetted a megöregedését a dolognak, mint én. Én úgy érzem, hogy a jung műtárgy az szépen öregszik. Persze. Ugye ez világos. A rossz műtárgy az még rondább lesz, az menthetetlen. Igen. Ilyen szempontból. Elnézve a munkáidat, és sokszor gondolom, hogy ez egy hosszú idő után is ennek a lelki lenyomatnak, amit te
alkalmazol betűkbe különböző formációkban, hogy ez egy, ezek valóban emlékeztetnek nagyon sokban a földből előkerülő értékeknek a szépségvilágára is, ami én úgy érzem, hogy, ez, hogy maga az archeológia, ugye a földbe való ásatásnak kikerülő gyönyörűsége, hát az, ez, azt hiszem, ez párosul ezzel a gondolkodással, amiről te beszéltél az előbb. Ez, hogy mondjam, egy nagyon különös dolog magának a megöregedésnek a kérdése is, ugye, hogy a műtárgyba visszatükröződik valami módon. Az időskor művészete, ez nagyon változó. Van akinek fiatal korában sikerül egy életművet létrehozni, van akinek a később öregségében. Ez teljesen változó. De visszatérve akartam mondani ezzel a megöregedéssel problémával. Igen. Itt a helyszínek között nekem a kihagyóban szó esett, tehát a Róma volt még ugye egy olyan döntő helyszíne az én eszmélésemnek. Talán eszmélni inkább az utóni kertbe eszméltem a kertész szakám sorozatom, anyám vicéjében, de aztán ugye a kihagyóban volt, és akkor Róma nem vagyok itt, tehát ahol tényleg ezek az időrétegek egymásra halmozódva, és ahogy te mondtad, hogy ezek az idő által mindegy relikviáknak elmondható kincsek, amiket az ember találkozik. Most ott rengeteg idő volt, hát persze nem volt sok idő, mert 2 hónap, de mondjuk a magány orgiáit ültem, mert valóban nem volt más dolgom, csak sétikálni, nem volt műtermen, nem volt semmi. És hát nem is ismertem különösebben Rómát. Na, ott viszont végül kaptam a figyelmességem okán talán ajándékba néhány antikva betűt, amit te is említettél, meg a SPQR, a Senatus Populus Romanus. Hát ezt hoztam hozzá ugye Rómában, illetve hát annak a magamat ismerni mentem meg Rómába, akármilyen önzően hangzik, tehát Rómát is, de inkább magamat, és még ma nagyon Rómát megismert magadat. Biztos mindenki tudja. Most azóta is voltam már Rómában, de még esőben is, de igazán mi volt, én nem bánom azt. De ösztöndíjasként csak egyszer lehetsz, ezt írja a szabályzat. De én azt gondolom, hogy ösztöndíjasként csak egyszer lehet Rómában lenni. Én azt mondom, hogy ez így rendben is van. Nagyon fontos időszakom volt, és mondom, az időnek, mint egy alkotótárs, mint egy mindennek a fő ikletője, most nem hangosodok, mert ezt mindenki tudja már, ez ott kapott igazán nekem átélhető élményt. Viszont. Időnk lassan, viszont sajnos, ha időről beszélünk, akkor a végéhez közeledik. Én azt szeretném csak kérni, hogy egy-egy zárszót mondjatok. Zárszó. Nem tudok megbeszélni a zárszó. Köszönöm, hogy ilyen sokkal érdeklődést mutathatok a beszélgetésünk iránt. Na, kertész László itt van a előtérben, ő nyitotta meg a kérdésemet a kiállítást, és Laci mondjuk záró mondata azt hangzott, hogy ő kívánja, hogy épüljön a 8. emelet. Hát én meg azt mondom, hogy én meg esetleg ígérem, hogy épül. Ha semmi nincs, rengeteg dolgom van, úgyhogy szerintem fogom építeni a 8. emeletet. Hát én csak köszönteni szeretnélek születésnapodon, és további ilyen sok remek művet kívánok nekem. Jaj, köszönöm szépen! Csatlakozunk hozzá, úgyhogy...
Köszönöm, drága nő, megyünk, lássuk, drága.